Nyolcadikosok szorgoskodnak a Cipernovszki szakgimnázium elektrotechnikai műhelyében. Ez a fiú azt mondja, szeretné ezt a szakmát tanulni. Igen, gondolkodtam ezen is, hát a Cipernovszkiban is, meg az 5-8-ban is gondolkodom még. Miért tetszik neked ez a szakma, illetve otthon valakitől láttad, vagy a családban van valaki, aki hasonló területen dolgozik? Hát nem, csak látom, meg így a tévékben is mindenhol lehet látni, úgyhogy csak azért. És miért érdekes? Mi benne a szép? Mi benne az érdekes? Miért foglalkoztat ez a terület? Hát, hogy te csinálod meg a dolgokat, a világítást, meg hát minden, hogy ez a szép benne. A helyi iparkamara egyik önkéntes tagja adta azokat az alkatrészeket, amiket összeforrasztottak a rendkívüli technika órán az általános iskolások. Az életnek a Kft. Adományként adta a kamarának, és tulajdonképpen a kamarából érkeztek hozzánk ezek az áramköri elemek. A céggel jó kapcsolatunk van, mert nyári gyakorlatra mennek ki hozzájuk diákjaink, és nagyon örültünk neki, hogy a logójukat viszont láttuk a pályaválasztási rendezvényen is. Fel tudjuk tölteni az összes induló osztályunkat, tehát nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Az is nagyon jó, hogy a cégektől pozitív visszajelzéseket kapunk, mind nyári gyakorlaton, mind pedig a végzett diákjaink olyan helyre helyezkednek el, ahol megállják a helyüket. Mind a továbbtanulás felsőoktatásban, mind pedig a cégeknél jól dolgoznak. Jó negyed része továbbtanul, és egyetemen, főiskolán is nagyon jó eredményeket érnek el. Szerencsére a gyakorlati órákon nagyon jól tudják alkalmazni azt, amit nálunk tanulnak. 26-an indulnak, és nagyjából 18-20 fő végez. Sokkal nehezebb egy szakgimnázium, mint egy normál gimnázium, ugye? Mert itt a 4 év alatt meg kell szerezni egy szakmát tulajdonképpen, és az 5. év az már csak a ráfejelés a fél szakmára. De az nagyon jó, hogy ezt az egyetemen főiskolán is tudják használni, meg hát tulajdonképpen az iparban egy félkész ember már is használható munkaerő. Aki érettségével kerül neki, szintiszta érettségével kerül neki, az a munkahelyen legfeljebb csak ügyfeles kapcsolatot tudna létrehozni, tehát akinek van jó nyelvismerete, akkor az a multi cégeknél ügyfélkapcsolati referensnek nagyon jó. Nálunk meg rögtön a szakmában tud dolgozni. Először az elsősöknek szerveztek ilyen elektrokarácsonyt az iskolában. Így indult ez a kezdeményezés. Hát az ötlet az úgy indult, hogy először helyi szinten valósítottuk ezt meg. Konkrétan 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor az osztályom ide került, 9. osztály, akkor felmerült egy ötlet, hogy mi lenne, ha a diák karácsonyon valami karácsonyhoz kapcsolódó, de mégis a szakmához is kapcsolódó dolgot hajtanánk végre, és tulajdonképpen onnan indult ez a dolog. Ezek olyan áramkörök, amiket ilyen kit formájában lehet megvásárolni, tehát elkészített nyomtatott áramköri lapok, mellett zacskóban az alkatrészek. És ugye 9-esek, még fiatalok, nem nagyon rendelkeznek technológiai ismerettel, de az, hogy a végén egy készterméket kapnak, ami még ráadásul villog is, és van benne egy sikerélmény az építés során, ez mindenképpen jó ötletnek tűnt, nagyon jól is sikerült ez annak idején, és ez minden évben gyakorlatilag ismétlődött azóta, és tavaly volt először, hogy 8-osokra is ezt kiterjesztettük, tehát külső iskolákból, akiket ez a szakma esetleg érdekel, vagy látnak benne valami fantáziát, hogy picit kipróbálhassák magukat. Hát ugye a lényege az a dolognak, amiről beszéltünk is, hogy egyfajta élményt kapnak, van egy kis produktum, amit ha elkészítnek, akkor megvan az a sikerélmény, hogy nekik ezt sikerült megcsinálni, és tanulnak is belőle reményeink szerint. És egy kicsit bepillantást kapnak abba, hogy milyen is az a munka, amit egy elektronikai technikusnak végeznie kell. A pályaválasztás segítő programhoz a helyi iparkamara is csatlakozott támogatóként. Nagyon örülünk, hogy tudtunk csatlakozni a Cipernovszki szakgimnáziumnak ez a különleges elektronikai, elektrotechnikai délutánjához, és nagyon örülünk annak is, hogy egy kedves önkéntes kamarai tagunk, a Z Elektronika Kft. Alapanyagokkal hozzájárult ehhez, és ehhez hasonló szakmai délutánok megvalósításához. A Kft. Egy fenyőfa alakú nyomtatott áramkört és mindenféle alkatrészeket adott, úgyhogy a nap végére a gyermekek egy világító fenyőfával fognak hazatérni.
Adventi a hangulat, de nagyon-nagyon komoly szakmai tartalommal töltötte fel a szakgimnázium ezt a délutánt. Végzős diákokat is segítségül hívott, úgyhogy minden gyermeket próbálnak segíteni, hogy sikeresen meg tudják valósítani ezt a világító fenyőfát. Nagy volt az érdeklődés, úgyhogy úgy döntöttünk a szakgimnáziummal, hogy megismételjük ezt a szakmai napot januárban. Azért ilyen korán, mert hamarosan ezeknek a 7. 8-osoknak dönteniük kell, hogy melyik iskolát és melyik szakmát fogják választani. Az elektronikai műszerész és az elektronikai technikus szakma amúgy is hiány szakma. Úgyhogy az iparkamarában különösen figyelünk arra, hogy ezek a rendhagyó technika órák elsősorban a hiány szakmák köré csoportosuljanak. Februárban már arról kell dönteniük a 8-osoknak, hogy hol tanuljanak tovább. Ezért szeretnének minél több gyereket elérni a döntés előtt.